Tudjátok, melyik az a hang, amit egy férfi a világon a legjobban imád? Oh my god, stop bro, I'm stuck! Can you help me? Nem, a másikra gondoltam. Na hát sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb csodálatos, fantasztikus, epikus részben. És hát mint kitalálhattátok, az évnek ebben az időszakában hát mindig próbálok egy kicsit koncentrálni rá, hogy újonc egy picit erősebbé váljon. Igen, tudjuk, az elmúlt években ugye beszerelések előtt a dírcsi-szürcsi, piros féknyerek, hova akarom már ezt a szerencsétlen autót húzni, hát már így is a köztörletesekkel minden nap hatba állok, hogy is tépkedem föl a betont Sopron utcáin. Igen, tudom, de hát mindig van hova fejlődni. És hát úgy éreztem, hogy hát most már igazából egy stage van hátra, amit meg tudok lépni újonccal kapcsolatban. Aki esetleg nem tudná, újonc egy 1.2-es, tehát 1200 köbcentis, naturally aspirated, magyarul szívó motor. Igen, ugye gyárilag 75 ló volt. Jelenleg ezek az apró módosításokkal most a 3-400 ló körül mozog, de hát ugye mai részben erre próbálunk még egy kicsit rápakolni. És hát értelemszerű volt, hogy a következő upgrade egy turbó lesz újoncba. Na igen, most mondhatjátok, hogy de hát Sanyi, egy turbó beszerelés vagy turbósítás, az mocsok drága. Hát ha belegondol az ember, itt nem csak magát a turbót kell megvenni, itt a úgymond support modzot, tehát a kiegészítőket is hozzá, tehát mire gondolok, itt intercooler, csövezés, injektorok, nagyobb benzinpumpa, az EQ-t kell beprogramozni, minden, hogy minden tudjon egyszerűen az autó, és hát normálisan följöjjön, megjöjjön a nyomás, és hát nyilván át tudjuk tenni ezt a megfelelő erőt az útra, tehát itt féltengely, futómű, fékek, minden, tehát itt azért erősen a több százezeres, hanem a milliós kategóriáról beszélünk. Igen, hát én ezt a lépést most megléptem. Igen, és most várhatjátok, hogy váltunk egy kameraszöget, bemegyünk a garázsba, és hát egy ilyen eBay Universal kittet fogok nektek mutatni, hogy hogy fogjuk megturbósítani újoncot. De hát követem a trendeket, és hát 2023-ban, ha az ember körülnéz az utakon, minden második autó már gyakorlatilag elektromos. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy egy kicsit ennél, hát környezettudatosabban fogom ezt a turbósítást meglépni. Egy olyan turbó módot fogok nektek mutatni, amivel ugyanazt a hatást érjük el, viszont hogy mik az előnyei? Kevesebb üzemanyagot fogsz használni, hát ugye tudjuk, hogy more power, az more fuel, illetve nagyon könnyen kiszerelhető lesz, tehát KPM friendly lesz, hogyha esetleg úgy van. Nyilván nem kell bajlódni ilyennel, hogy olajhűtés, vízhűtés, akármi, tehát minden, amit a turbósítós videókban láttatok, az itt nem játszik. De hát ennyi felkonferálás után, hát akkor mutassuk be, vagy mutassam be, hogy is lesz megoldva ez a történet nagyon budget kategóriában. Bizony, budget kategóriás elektromos turbó. És találjuk be újoncba. Magánál a turbó kiképzésénél hát nem vitték túlzásba a történetet, konkrétan használatutasítás sincs mellékelve hozzá, tehát nem lesz itt ilyenek, hogy hollanderek, meg csatlakoztatók, meg csatlakozók, meg minden. Ez egy pofon egyszerű történet. Előre piros, tehát előre melegítve érkezik meg a turbó hozzánk. Hát igen, már be van járatva, mint látjátok. És hát igen, tehát adunk neki egy pozitív negatívat, illetve van itt lent egy kis kapcsolónk, és gyakorlatilag ennyi. Emiatt valaki megkérdezné, tehát ne nézzetek hülyének, hát Sanyi, ebből hogy lesz többlet teljesítmény? Elmondtam, 3-4-500 lóerő körül van most jelenleg újonc, ennél több lovat minek rakjak bele? És hát valljuk be őszintén, azért az emberek 90%-a tudjuk, miért szeretne turbót beépíteni az autójába, azért, hogy a Meki parkolóba a kislányoknak sziszeghessen. Bizony. Úgyhogy őt kellene beinstalálnunk most újoncba. Senkit ne zavarjon meg az apró tény, hogy ugye normál esetben itt átjárásnak kellene lennie, de hát itt ugye ledugózták nekünk, hogy ne szívjon fals levegőt. És hát lehet itt szarakodni Garrett turbókkal, meg mindennel. Ez a Center Turbo, ez új márka a piacon. Igen. Menjünk, installáljuk be. De hát ismerem annyira az internet népét, hogy úgyis meg fognak szólni, hogy de Sanyi, miért nem használt normális alkatrészeket? Vezetél volna egy normális Garrett turbót? Igen, megoldjuk.
Tessék, bassz meg. Garrett Turbo. Na, hát installációt tekintve, nem kapunk sok hardvert a történethez, kapunk egy ilyen kis konzolkát, amit rá tudunk csavarni a turbóra, és gyakorlatilag oda rakjuk, ahova szeretnénk. Na most én már előzetesen kinéztem magamnak egy nagyon-nagyon szexi helyet. Konkrétan, mivel ugye a pozitív és a negatívot az akkumulátorra kell kötnünk, ezt a csatlakozót, vagy hát billenő kapcsolót, ezt pedig be kellene vezetnünk az utastérbe, és én itt a tűzfalon fogom átvezetni, ahol megy be az erősítőkábel. Én úgy gondoltam, hogy a legjobb helye ennek a turbónak itt a féktartály környékén lenne. Nyilván rárakom a konzolt, és úgy forgatom, ahogy szeretném. A konzol felhelyezése roppant mód egyszerű. Mint látjuk, ezt a két csavart kellene a turbó feltöltőhöz hozzárögzíteni, és a hátulján pedig van két lyukunk, amit odarakunk, ahova szeretnénk. Természetesen a csomagba küldtek nekünk egyéb kiegészítőket, kábelkötegelő, önmetszőcsavar, tehát hogy szétfurkáld a karosszériádat, amennyiben szeretnéd, de én most erre nem tartok igényt. Úgyhogy gyorsan fölhelyezem a konzolt egy imbusz kulcs segítségével. Természetesen lehet pozícionálni a turbófeltöltőt, kinek hogy tetszik. Na hát némi kábelkötegelő segítségével fölrögzítettem a turbofeltöltőmet a megfelelő ideális, jól látható helyére, és természetesen, mint mondtam, KPM kompatibilis, tehát nyisz-nyisz, turbofeltöltő leugrik, és hivatalos az autó. Na, menjünk be az utastérbe, berögzítem a kapcsolót a helyére, adunk neki 12 voltot, és kész a turbósítás. Na hát... adtunk áramot a turbófeltöltőnknek, igen, igényesen bekötve, oda néz, milyen stealth mód, tehát senki meg nem mondja, nem tudják, fogalmuk sincs. Gyors csatlakozás, tehát fogom a kábelt, pik, lehúzom, és már vége is. Tehát igen, megmutatnám az utasteret is, tehát egy turbó működése, ugye gázadásra hallod ezt az ikonikus sziszegő hangot. Na hát nálunk megoldottuk az ikonikus gázadást, tehát gázadásra fog sziszegni. Igen. Igen, szóval, mint látjátok, nagyon-nagyon szépen be van kötve, nagyon jól néz ki, kutya meg nem mondja, hogy ott van valami. Na, de hát akkor nézzük meg, próbáljuk ki, csináljuk meg. De hát most, hogy beszereltük a Garrett turbót, azt hihetnétek, hogy itt vége a mókának és kacagásnak. No, ha már turbósítunk, akkor rendesen turbósítsunk. Ezért gondoltam, újonc kipufogó rendszerét is egy kicsit tuningoljuk, ezért megvásároltam ezt. De hát, mint biztos tudjátok, újoncon dupla kipufogó van, tehát két csöves, ezért... Természetesen kettőt vásároltam. És persze kék. Már nem emlékszem, a kék szín mit ad. Nyomatékot? Na mindegy, most már kék is van újoncon. Na de ennyi paszakodás után, tudom, mire vagytok kíváncsiak, nézzük meg, milyen hangja lett a kocsinak. Én is kíváncsi vagyok. Na, hát srácok, mint hallottátok, a foglalkozás elérte célját, úgyhogy újonc, innentől kezdve turbós. Igen, és mielőtt megkérdeznétek, cseklámpát nyilván nem fog dobni a rendszer, tehát
100%-ig biztonságos beszerelni ezt a csodás terméket a gépjárművetekbe. Megy a kocsi színéhez. Merekszik a turbó. Na, de srácok, komolyra fordítva a szót, nyilván ez egy április elsői videó volt, tehát senki ne vásároljon ilyen fasságot az autójába. Én csak a ti kedvetekért, egy poén kedvéért vettem ezt a szart. AliExpressen volt valami 8000 forint, nem tudom, valami nagyon, nagyon minimális ingyen postával, a két cheap lófasz hátra meg 500 vagy 1000 forint volt darabja, nem tudom. Úgyhogy senki ne vásároljon ilyen szarokat. Most nyilván mondhattátok volna, hogy hát miért nem mentél egy kört a városba, hogy megnézni az emberek reakcióját. Nem fogom magam ilyen szarokat égetni, van elég hülye gyerek, aki égesse magát. Természetesen most leállítom a videót, és ezek mind kikerülnek a kocsiból, tehát nem fogok ilyen fasságokat tartani a kocsiban. De úgy gondolom, hogy egy poénnak jó volt, mindig ki akartam próbálni. Tivadar már jelezte, hogy csinálhatnánk egy videót, hogy szétszedjük ezt a kis szart, és hogy mi van benne, nyilván valami minimális hangszóró vagy akármi, de Tivadar mondta, hogy szívesen szétszedné. Hát mondom, én nem állok az utatba. Úgyhogy srácok, kellemes április elsőjét kívánok mindenkinek. Ha turbóztok, vagy turbósítani akartok, akkor nyilván normálisan turbósítsatok, ne így. Amúgy egyébként nem annyira szar, de baszd meg. Nem mennék így a városba, vagy akár közútra se. Na, jó van, tényleg. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor feliratkozás, lájkot mindenképpen megköszönök. Instagram, Facebook rendelkezésetekre áll. Madaras Facebook is szintén van, ergo Twitter, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság. És hát én lekapcsolom a videót és kiszerelem ezt a szart a kocsiból. Egyébként a pedálra, amit fölrögzítettem, a kötegelő már elengedte, úgyhogy teljesen mindegy. Istenem, egy poénnak jó volt. Na, mindenki vigyázzon magára, és a következőben találkozunk. Addig is, sziasztok! Ekkora egy fost!